Óbecse község 200 ezer dinár értékben új sporteszközöket biztosított a Tisza Kosárlabda Klub 20 éves fennállása alkalmából, amely 20 Molten márkájú profilabdát és sportmezeket tartalmaz a fiatalabb válogatott számára. Egy biopszichikai szociális aspektust fedünk le teljes mértékben, ahol a gyerekek a legjobb értelemben érnek, növekednek és válnak felnőtté. És elmondhatom azt is, hogy nagyon sok fiatal a Tisza Kosárlabda Klubból a későbbiekben is folytatta a kosárlabdázást Újvidéken és Szabadkán. Hosszú évek óta kitűnő eredményeink vannak, a szeniorok már háromszor értek el első helyezést a Vajdasági Kosárlabda Liga nyári bajnokságán, és érdekes megemlíteni, hogy ugyanabban az évben voltunk bajnokok, amikor Zombort a világ legjobb kosárlabda játékosa, Nikolaj Jokić képviselte, az újvidéki Szláviát pedig szintén a világ legjobb 3-3-ra játékosa, Dusan Domovics Bul képviselte. Egyszer nyertünk ezüst és egyszer bronzérmet a szeniorokkal a szerb ligában, úgyhogy visszahoztuk Óbecsét a kosárlabda térképre. 14 éremmel dicsekedhetünk a fiatalabb kategóriákban. Ebből 8 arany, 4 ezüst és 2 bronzérem a Vajdasági Kosárlabda Szövetség versenyeinek keretében. A klub célja, hogy erősítse, népszerűsítse és fejlessze a kosárlabda sportot, de az oktatási rész mellett valóban nagy figyelmet fordítunk a sportnevelési szerepére is. Úgyhogy a motorikus és kosárlabda készségek elsajátítása mellett fejlesztjük a gyerekekben az igazságos játékot, a kötelességtudatot, a felelősségtudatot, a toleranciát mindenképpen. És a célunk az, amit mindig is hangsúlyozunk, hogy egy teljes körű biopszichikai személyiség fejlődjön ki a gyerekekben, és hogy valódi emberekké váljanak. Minden támogatás és segítség értékes számunkra. Ezért hálásan köszönjük a helyi önkormányzatnak ezt a nagy segítséget, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy a klub még virágzóbb legyen, hogy még több gyereket tudjunk befogadni. Amikor valaki ráérez a kosárlabda varázsára, arra az adrenalinra, amit ez a játék nyújt, akkor én azt szoktam mondani, hogy a kosárlabdát nem csak játsszuk, a kosárlabdát éljük. Dáne Mandic, a községi tanács sporttal, ifjúsággal és idegenforgalommal megbízott tagja munkatársaival, Óbecse községi ifjúsági irodájának képviselőivel átadta a felszerelést és gratulált a klub elnökének és tagjainak a jubileum alkalmából. Mi nagyon örülünk annak, hogy a helyi sport keretében létezik egy ilyen klub is, amely eléggé autonóm és amely kellően minőségesen dolgozik. Az ő eredményeikre, az elért statisztikára mi nagyon büszkék vagyunk, mert a helyi önkormányzat és a saját szponzoraik támogatásával valóban irigylésre méltó eredményeket érnek el. Támogatni szeretnénk a kosárlabdát, annak fejlődését Óbecse község területén. Csak emlékeztetném önöket, hogy az ifjúsági iroda már 9 éve szervezi meg az utcai kosárlabda tornát a belvárosban, és ezzel is szeretnénk népszerűsíteni a kosárlabdát és ezt a sportágat a teljességében. Az elmúlt időszakban felújítottuk a kosárlabda kijelzőket néhány lakónegyedben, Óbecse belvárosában és néhány Óbecsén kívüli településen is, és ezzel is szeretnénk ösztönözni a fiatalokat a sportolásra, a kosárlabdázásra, hiszen megvannak erre a feltételeik, és hogy a helyi önkormányzat támogatásával közösen fejlesszük az egészséges életmódokat. A Tisza Kosárlabda Klub számára a felszerelés odaítélése csak folytatása a klubokat segítő akciónak és a 2020-ban megszületett kezdeményezésnek, hiszen a felszerelés átadásával a klubok költségvetése megspórolható. Ezáltal megkönnyíti a munkájukat és működésüket, mondta Mandic. Hozzátette, hogy jövő nyártól minden sportegyesület, amely az Óbecsei Sportközpontban edz, légkondicionált csarnokban folytathatja tevékenységeit Óbecse községnek és a tartományi sport- és ifjúsági titkárságnak köszönhetően. A sport infrastruktúra javítása céljából az erre a projektre elkülönített pénzeszközöknek köszönhetően.